DVTK. A borsodi és a Volkswagen bemutatja. Tehát a edzők és a vezetők hozzáállása abszolút pozitív volt, minden a körülmények. Én úgy gondolom, hogy a Magyarország a legjobb helyre sikerült igazolna. Beszélj egy picit a korábbi pályafutásodról, mert utánpótlás válogatott vagy, de hát ha nem ismer mindenki. Hát igazából 3,5 éve voltam Angliában, előtte Honvédban játszottam. Boltonba kerültem ki, ott voltam 1 évet, és aztán Hull City-ben. Ezt gondoltuk, ez a következő lépcsőfok, amit meg kell ugrani, hogy felnőtt szinten is teljesíteni kell, aztán ez a lehetőség jött. Milyen tervekkel érkeztél Diósgyőrbe? Hosszabb távú tervekre nem tudok beszélni. A legfontosabb az, én úgy gondolom, hogy most minél jobb állapotba kerülni, és hétről hétre keményen dolgozni, aztán majd a hosszabb távú tervek azok majd idővel így fognak kialakulni. A Bukrán név nem ismeretlen a magyar labdarúgásban, nem véletlenül hívja talán téged sem Bukránnak. Így van, én nekem is, édesapám is, és neki az öccse is elég jó karriert futotta be. Apukámnak az öccse ugyanúgy külföldön is, de tényleg itt is az edzők és a jó pár vezető meg is említette a nevüket. Engem is meglepett, hogy ismerik egyáltalán őket. Végül is ez volt benne egy ilyen kis, hogy mondjam, egy kis jó érzés bennem, egy kis büszkeség, és úgy gondolom, hogy nem lehet panasz erre a névre. Tehát, De mostantól az a feladatod, hogy a Bukrán névről Bukrán Erik jusson eszébe minden Diósgyőr szurkolónak. Hát nagyon remélem, és ezért teszünk minden nap a pályán, hogy ezt tartsam, és a másik, hogy a közönségnek is pozitív legyen.